A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma még tavaly írt ki egy pályázatot civil szervezetek számára különböző eszközök beszerzésére, melyre a Segíts önkéntesek a Gyulai Kórház gyermekosztályáért alapítvány is jelentkezett és nyert méghozzá játékok beszerzését a gyermekkórház javára. Ez már régi igény volt és igen nagy segítség, hiszen a kórháznak önerejéből erre nem lett volna lehetősége. Az összeg nagyságrendjéhez képest viszonylag sok mindent sikerült beszerezni a 3-16 éves gyerekek számára. 300 000 forintot sikerült nyerni. Ez a sajtótájékoztató apropó, jó apropó arra, hogy beszámoljunk arról, hogy játékokat vásárolhattunk a mögöttem lévő polcon elhelyezett játékokat. Ezt a polcrendszert bővíthettük, számítógépet vásároltunk, számítógépasztalt vásároltunk. 300 000 forint kicsi is, meg nagy is, de kitöltöttük a kereket, most számolunk el ezzel az összeggel. Úgyhogy hála jó Istennek, eszközökbe is bővültünk, és ez tulajdonképpen az itteni játszószoba felszerelését szolgálja. A kórház dolgozói szerint azért is jelentenek nagy segítséget az ilyen és ehhez hasonló adományok, mert ezáltal otthonosabb hangulatot tudnak teremteni, és a kisbetegek könnyebben tudják elviselni a gyógyítással, vizsgálatokkal járó kellemetlenségeket. A játékok, tehát amiket éppen most kaptunk, szintén nagy segítségül szolgálnak a gyerekeknek, annak okán, hogy egy kicsit eltereljük a figyelmüket a vizsgálatokról, a kórházi körülmények okozta, akár pszichés trauma keletkezéséről, és egyértelműen, tehát hogyha vizsgálatok közt van egy kis idő, akkor, és a gyermek állapota megengedi, ez óriási lehetőség a gyerekek életében, hogy ilyen számukra rendelkezésre állít. A játékok mellé édességet húsvéthoz közeledvén a gyulai mecénás Gerhard Stenger jóvoltából kaptak a gyerekek.